Még mindig áll ez a színes buszváró a Pécsi Ágoston téren. A kétfarkú kutyapárt passzivistái építették. Azonban az önkormányzat azt mondta, le kell bontaniuk. A belvárosban nem, de Pécs más területén újra felállíthatják az építményt. Már van is jelentkező a buszváróra. Az egy állandó lakossági visszajelzés a fogadóórákon, különböző lakossági fórumokon, rendezvényeken, hogy van egy ilyen kérés, hogy legyenek most már az ispitaljai vonalon is fedett buszváruk. Tehát ezért is döntöttem úgy, hogy ha felajánlják ezt a lehetőséget, akkor lecsapok erre a buszváróra, erre az esőváróra, amit a kétfarkú kutyapárt létesített, és akkor telepítsék ide ispitaljára. Már egy is nagy segítség. Legalább 8 ilyen építmény kellene a 4-es buszvonalán, ahol semmi nem védi a buszra váró utasokat, mondja az önkormányzati képviselő. Már 2018-ban is próbálkozott a kétfarkú kutyapárt a színes buszváróval. Akkor elbontatta az önkormányzat. Barkóczi Csaba szerint akkor is rossz döntést hoztak a városházán. Eljött az az idő, hogy a városvezetés, az éppen regnáló városvezetés, az tudomásul vegye azt, hogy vannak bizony olyan kérései a lakosságnak, és hogyha erre bármilyen politikai erő megpróbál ráépülni, akkor nem azzal, hogy elbontatja és a szemét bedobja a felhúzott buszvárakozó helyeket, hanem inkább segít abban, hogy ezek normálisan használatba vehetőek legyenek a lakosság által. Szerintem ez lenne a fő szempont. A képviselő azt mondja, már jelezték igényüket a buszváróra az építőknek, illetve kérik a városüzemeltetési céget is, hogy segítsenek a szerkezet áttelepítésében. Ha a színes buszvárót nem kapják meg, akkor kérnek más beállókat ispitaljára, mert a várakozó utasokat védeni szeretnék az esőtől, hótól, nyáron az erős napsütéstől.